Kettes feladat, a D1I1 tartomány celláit töltse fel a minta szerinti sorszámokkal. Hát akkor nézzük meg most, hogy tulajdonképpen mit is kell és hova, és azt mondja, hogy D1I1 ezekkel a sorszámokkal kell feltölteni. Hát természetesen, ha minden jól megy, akkor a kettős kereszt, egyes és egy enter után, ha a jobb egérgombot megfogom, és cellák kitöltése adatsorral már is készen vagyok a kettes feladattal, és akkor nézzük meg, hogy mi a hármas feladat, közben azért megnézem ezt, jól néz ki a táblázat, érdemes folyamatosan figyelni, nektek ott könnyebb lesz, mert nem egy képernyőn lesz, hanem ki lesz nyomtatva. Kettes, hármas, meg a másolható képlet segítségével írassa ki a J2, J13 tartomány celláiban a versenyzők legjobb dobásának hosszát, azaz a versenyen elért eredményüket. Hát ez nem egy nagy vasizdasz, valószínűleg itt van Lukásznak a, és a legjobb dobása a maximum lesz, hát azt hiszem még ez sem egy emelt szintű feladat. Egy dupla kattintás a kitöltő négyzetre, és készen vagyunk. Na, egyelőre ennyi, a következő videóban folytatjuk.